könnyed és szórakoztató dallamokkal köszöntötte a sátorai újhelyi közönséget Erdős Fruzsi. Az énekesnő elmondta, hogy örömmel készültek az idei programsorozatra, így a koncertet sok próba előzte meg, annak érdekében, hogy idén is kellemes hangulatot tudjanak varázsolni a színpadra. Ehhez a helyszín már adott volt, hiszen a borterasz a páratlan panorámával és az élő zenével elérte a várt hatást. Már nem először járnak városunkban, és a Déri Név Fesztiválon sem, folytatta Erdős Fruzsi. Már nem először vagyunk itt, kifejezetten a Déri Név Fesztiválon is már ez a harmadik alkalom, hogy fellépünk. Annyi csavarral az idei évben, hogy eddig akusztikus formációban, egy gitárossal kiegészülve jöttünk, most pedig itt lehetünk a teljes nagy zenekarral, aminek roppantul örülünk. Én azt remélem, hogy alapvetően ugye a nagy zenekaros dolog egy picit, hát hogy mondjam, közönségbarátabb, mert egy teljes dobszerkó van, basszusgitár, elektromos gitár, akusztikus gitár, tehát hogy az emberben egy buli hangulatot kelt, illetve hát mindenképpen jobban érzi magát, úgyhogy én bízom benne, hogy élvezni fogja a közönség, mi biztosan. A koncertre számos dalt is elhoztak. Erdős Fruzsi elmondta, hogy a zenekaruknál először a zenei alap készül el, és arra írják a hozzáillő szöveget. Alapvetően saját dalokat hoztunk, illetve egy-két népdalfeldolgozást, amivel mindig megfűszerezzük a koncertjeinket, és készültünk egy kis interakcióval is, ugyanis szeretnénk bevonni a nézőket egy kis csúlyogatásba. A saját dalainkat egyébként a dobosunk, aki egyébként a férjem, és a akusztikus formációban ő gitározik, ő szerzi, és a dalszövegírónk Pető Andrea. Mindig változó, általában először a zene születik meg, és ahhoz adjuk meg az elképzelésünket, hogy nagyjából miről szeretnénk, hogy szóljon, úgyhogy Andika megkapja a feladatot és ír rá egy szöveget. Erdős Fruzsi elmondta még, hogy a zenekarral a nyári időszak alatt több fellépésük lesz, így ezt a nyarat is fáradtan, ugyanakkor jó élményekkel zárják majd.